Megvan a negatív és a pozitív vezetékünk, kijelölve is van a színével, úgyhogy meg sem kell mérni. Most úgy tudjuk megtalálni a polaritásokat, hogy jelenleg egy 3:2 arányban kiosztott polaritású, két oldalra kiosztott polaritású micro USB csatlakozónk van, ami úgy néz ki, hogy a csatlakozóban levő polaritások sorban vannak kivezetve ide egymás után, tehát 1, 2, 3, 4, 5. Most nekünk fölülről itt a 3-as csatlakozóhoz kell majd az 5-ös, a negatív ground, és az 1-es VCC+, az pedig ez lesz. Mert ugye ez a trapéz alak, alul van a hosszabb, fölül a rövidebb része, ugye a rövidebb és a hosszabb rész, ez az 5-ös, ez a negatív, és ez az 1-es. Mivel ez egy derékszögű és elég jó pofa kis csatlakozó, ezért van egy ilyen törésgátlónk is, amit legelőször felhúzunk ide a vezetékre. Ez a szilikon spray doboz egy kicsit szennyezett, de nekünk teljesen mindegy, műhelybe hoztam be. Egy pici szilikont ide cseppentünk, ennyi. És ezt fogjuk most segítségül hívni azért, hogy rá tudjuk húzni ezt a törésgátlót, mert ez jól rajta van. Igen, sokkal könnyebben ráment, viszont a réz szálakat is beszilikonoztam, ami lehet, hogy egy kicsit megnehezíti majd a forrasztást, de hát kell egy kis kihívás. Kis ónpasztát, és egy finom ónozást adunk neki. Pontosabban ennek egy kicsit vastagabbat, mert ide mehet bővebben. Úgy tűnik, ez a szilikon nem jelentett akadályt zónozáskor. Jó. Egy picit megónozzuk ezt az érintkező felületet is, nem mintha nagyon kéne, csak egy hajszálnyit. Hoppá! Megrögzítjük a csatlakozót, hogy egyszerűbb legyen a forrasztás, és hát igazából erre most nem teszek pluszont, mert ezen már van annyi, hogy elegendő kell, hogy legyen. Tehát ez a mínusz, tehát akkor a mínusz szálat feltesszük először ide. Így. És a plusz szálat pedig a másik pólusára. De megigazítjuk, helyére igazítjuk megfelelően ezt a vezetéket ide, tökéletes. Forrasztásunk tökéletes, ezt meg is mutatom. A forrasztásunk az így néz ki jelenleg, nem kevés ont tettünk rá, de elfér rajta bőven. Így.